Jó napot kívánok, szeretettel köszöntöm Önöket. Én Barabás Monika, pszichológus vagyok. Felteszek Önöknek néhány kérdést. Úgy érzik, mostanában fáradtabbak, kimerültebbek? Esetleg alvászavaraik vannak? Úgy érzi, mostanában nehezebben koncentrál? Vannak-e olyan gondolatai, hogy mostanában nem kap elég dicséretet a feletteseitől? Esetleg úgy gondolja, hogy nehezebben viseli most a munkájével kapcsolatos bírálatokat? Ha ezekre a kérdésekre többnyire igennel felelt, ez a videó Önnek szól. A munkahelyi kiégésről fogok Önöknek most beszélni. A munkahelyi kiégést 1974-ben vezették be ezt a fogalmat, Freudenberggel hozta be a köztudatba a munkahelyi kiégés, burnout szindróma fogalmát. Ő úgy fogalmaz, nagyon szépen és nagyon jól leírja, hogy tulajdonképpen mi is a kiégés. Úgy fogalmaz, hogy a kiégés az krónikus érzelmi megterhelésre és stressz nyomására fellépő fizikai, érzelmi és mentális kimerültség, ami a reménytelenség és az inkompetencia érzésével jár. És ezáltal elvesztem a céljaimat és az ideájaimat. Nagyon szépen megfogalmazza, hogy mit is értünk kiégés alatt. Tehát krónikusan megterhelve vagyunk érzelmileg, és stressz alatt állunk, kimerülünk fizikailag, érzelmileg, mentálisan is teljesen elvesztjük a reményeinket, a céljainkat, úgy kiábrándulunk a munkából, az életből is. Azt is észrevették, hogy a kiégés az elsősorban a segítő foglalkozásúakat veszélyezteti, értve ez alatt a rendőröket, tűzoltókat, pedagógusokat, pszichológusokat, orvosokat, nővéreket, mindenkit, akik emberek csoportjaival foglalkoznak. Viszont úgy gondolják, hogy ez bárkivel megtörténhet, bármilyen foglalkozásban. A kiégésnek, ugye, ahogy mondtam, ilyen krónikus érzelmi megterhelés, stressz nyomására jön létre, krónikus stressz nyomására, vannak tünetei. Ugye az elején is ilyen tüneteket mondtam. Hogyan ismerjük fel azt, hogy kiégés veszélyében vagyunk? Lehet az egyik ilyen fizikai tünet az, hogy alvás zavaraink lesznek. Lehet olyan fizikai tünet, hogy megváltozik a táplálkozásunk. Vagy nagyon keveset teszünk, vagy elkezdünk többet enni. És az is egy fizikai tünet, ahogy benne van a fogalomnak a meghatározásában is, hogy fáradtabbak leszünk, kimerülünk, fáradtnak érzünk magunkat. Milyen tünetei lehetnek pszichésen? Ugye mondtam, hogy lehet az, hogy koncentrációs zavarom lesz. Lehet pszichés tünet az, hogy nehezebben kezelem a feszültséget. Lehet pszichés tünet az, hogy közönyössé válok. De az is lehet pszichés tünet, hogy lobbanékony leszek. Tehát megváltozik a személyiségemnek a működése, és vagy egy eltávolodásba megyek át, vagy pedig egy ilyen hirtelen lobbanékonyságba. Az is egy jellemző tünetegyüttes, hogy megváltoznak a fizikai kapcsolataink, bocsánat, a szociális kapcsolataink fizikálisan is. Ugye kevesebb időt fordítunk a barátainkra. Már a családi összejövetelek is kötelességnek vesszük. Az is egy szociális jelenség, hogy a munkahelyünkről elkezdünk hiányozni. Nő a betegségek száma, elkezdünk kivonódni a munkából. Tehát ezek mind-mind olyan tünetek, amikre elkezdhetünk gyanakodni, hogy kiégés veszélye állhat fent nálunk. És ugye az is egy tünet, amit az elején is mondtam, hogy
hogy a munkába vetett hitünket, reményünket kezdjük elveszíteni. Kezdenek a céljaink tovaszállni, reménytelenné válik és céltalanná válik az életünk. És mondanék most még néhány olyan tippet, jó tanácsot önöknek, ami segít abban, hogy a kiégésüket hogyan tudják megelőzni. És kérdezem is önöktől, hogy mikor voltak legutóbb 2 hetet egybefüggően pihenni. Ez a kulcs. Pihenjenek, pihenjenek, pihenjenek. Nyilván munka mellett. De arra figyeljenek oda, hogy évente legalább 1-2 egybefüggő hetet menjenek el és pihenjenek. Jó? Tehát ez egy nagyon jó megelőzés tud lenni, hogy odafigyelek arra, hogy rendszeresen pihenjek, és mondom, legyenek ebben hosszú távú pihenések is. Az, hogy odafigyelek a pihenésemre, az azt jelzi, hogy odafigyelek a szükségleteimre. Figyeljenek arra, hogy mikor éhesek, mikor szomjasak, mikor kell mosdóba menni, hogyha ebédelnek a munkahelyen, ne az asztalnál, a laptopon egyenek, adják meg annak az ebédnek az időt. Ha szomjasak, szálljanak ki a munkából, menjenek el inni, menjenek el ebédelni. Tehát a szükségleteiket helyezzék előtérbe. Nagyon fontos. Az is egy kezelési lehetőség is, egy megelőzési lehetőség a kiégésre, hogy stresszkezelési módszereket sajátítanak el. Ez lehet relaxáció, lehet meditáció, lehet az, hogy betesznek egy kellemes zenét, ami megnyugtatja önöket, lehet, hogy légzés gyakorlatokat végeznek, lehet, hogy joga gyakorlatokat végeznek, találják meg, hogy mi önöknek az a stresszkezelési módszer, ami beválik. Lehet ez progresszív relaxáció, zenehallgatás, meditáció, bármi stresszt tanuljunk megkezelni. Jó? Az is nagyon fontos, hogy találjunk új kihívásokat az életünkbe. Keressenek olyan hobbikat, olyan kikapcsolódásokat, amiben jól érzik magukat, amiben ki tudnak teljesedni, és így nagyon sok pozitív élményen is tudnak gazdagodni. Munkahelyhez visszatérve még mondok még egy tippet, hogy munkájuk során tanuljanak meg egyrészt delegálni, nézzék meg, hogy mi az, ami egy több feladat esetén, mi az, amit ki tudnak adni esetleg más kollégának, ha több határidős feladatuk van, és tanuljunk meg kérni egymástól, tanuljunk meg kérni a főnökünktől, akár szabadidőt, akár munka prioritásban való segítsége. Tehát, hogy kommunikáljanak arról, hogy mi van önökben, mi az, ami nehézséget okoz önöknek, mi az, amire vágynának, lehet, hogy éppen az a kommunikáció, hogy azt közlöm, hogy szeretnék több dicséretet kapni, vagy szeretnék több elismerést kapni, vagy szeretnék több pozitív visszajelzést kapni a munkámról. Jó? De tényleg így mindennek így az a kulcsa, hogy a magánéletünk és a munkaéletünk egy balanszban legyen. Tehát, hogy figyeljünk arra oda, hogy ez az egyensúly ne billenjen át munka nyelvére, hiszen akkor a magánéletemből nem fogok tudni töltődni, nem fogok tudni belefektetni a munkámba annyi energiát, amivel így kényelmesen és komfortosan fogok tudni bánni. Tehát figyeljenek a pihenésre, tényleg így ez a kulcsa annak, és a stresszkezelésre. Ez a két kulcsszó a mai videónak, a kiégés megelőzésére, figyeljek a szükségleteimre, azon belül legfontosabb a pihenésre, azaz saját magamra, és a stresszkezelési módszert sajátítsam el. Köszönöm szépen, hogy meghallgattak, szép napot kívánok, viszontlátásra! Az online program a WECOP 7.2.2 kötőjel 17 kötőjel 2017 kötőjel 00-04-es számú a Zuglói Lakosság Egészségfejlesztése című projekt keretein belül valósult meg.
A videó készült Magyarország kormánya megbízásából, az Európai Unió támogatásával.